Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ezúttal nem a három kérdőjeles jóslásról van szó, hanem egy hókusz-pókusz jóslásról a férfiak részére. És miért választottam ezt a nevet hókusz-pókusz? Mert a férfiak gyakran így vélekednek, ami a kártyavetést, a jóslásokat illeti. Ahogyan ez csak egy hókusz-pókusz. Tehát ez a jóslás a férfiakra vonatkozik. Az első kérdés az lenne, hogy miről gondolkozik ez a hölgy? Mik a tervei? Itt a gyermekek állnak a középpontban. Lehet, hogy anyuka vagy nagymama gondoskodik a gyermekekről, de ez a gyermek jelenthet egy új kezdetet is. Ez a hölgy szeretne veled egy új kezdetet. És milyenek az érzelmei? Még mindig erről a hölgyről van szó. Itt látható ez a hegy, az jelentheti azt, hogy szeretne egy kirándulást, kiruccanni a hegyekbe, mert ez jót tesz neki, de ez a hegy jelentheti az ő kemény, hideg-rideg tartását is. Lehet, hogy azt szeretné, hogy legyen egy új kezdet, de jelenleg megvan ez a fal kettőtök között, hiszen nem mutatja ki az érzelmeit, nem beszél a terveiről, hanem minthogyha megleckésztetne téged ezzel a hideg-rideg tartással. Ez a hegy utalhat nála problémákra is a munkahelyen, a családban, vagy jelentheti a félelmeket. És hogy viszonyulj hozzá? Legyen meg a bizalom, hiszen itt lesz egy új kezdet, lesz egy szerencsés fordulat. De ez eltarthat néhány napig, vagy néhány hétig, nem kell sokáig várni arra, hogy ő közeledjen hozzád, de jelenleg legyen meg ez a bizalom, légy inkább visszahúzódó, várj úgy 3-4 napot, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a barátság, itt látható a hűség. Ő hűségesen vár rád, lesz egy szerencsés fordulat, de ahogy a hegy mutatja, ő nem kezdeményez jelenleg, de ha vársz úgy 3-4 napot, akkor megváltoznak az események, és a barátilag közeledik újra hozzád. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!